MKC felnőtt csapata történetének egyik legnehezebb fél évén van túl. Kézilabdázóink 15 bajnoki mérkőzésből mindössze egyszer győztek, míg 14 alkalommal vereséget szenvedtek, így az utolsó helyről várhatják a tavaszi folytatást 2 ponttal. Együttesünk kispadján a szezon közben váltás történt, ugyanis a Pécs elleni vereséget követően Rosta Istvánt Budai Ferenc váltotta a vezetőedzői pozícióban. A banketten elsőként dr. Vasas László, az MKC ügyvezető alelnöke értékelte az őszi szezont. Az az igazság, hogy ez a fél év nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, meg ahogy szerettük volna. Igazából az okokat nem tudom, hogy mi vezetett idáig. Vannak, én legalábbis személy szerint tapasztaltam biztató jelet a csapatnál. Voltak olyan mérkőzések, amikor azt mutatták, hogy igenis tudják, hogy ismerik a kézilabdát. Sajnos több olyan mérkőzés volt, amikor pont ennek az ellenkezője jött ki. Úgyhogy az a feladatunk most ez a rövid kis egy hónapos vagy másfél hónapos szünidőbe, hogy mindenkinek a fejébe rendet rakjon az edző, és akkor úgy induljonak neki a jövő évnek, hogy ez az eredmény még egyszer nem ismételődhet meg. Egy biztos, tehát a MKC elnökségének célkitűzése a csapat felé elvárása nem változott, ennek a csapatnak benn kell maradni az NB1-be. Ez azért is fontos, és nem csak fontos, hanem kötelező is, mert van egy olyan utánpótlás bázis, ahol közel 100 gyerek sportol jelenleg, akiknek kellenek a lehetőségek, kellenek azok a jövőképek, amelyeket a felnőtt csapat mutathat számukra, úgyhogy ebből a elképzelésből nem engedhetünk. Amennyiben szükséges, és úgy tűnik, hogy szükséges, hiszen ez az edzővel is megbeszéltük már, több, legalább 3 poszton tervezünk új játékosokat. Budai Ferenc ősszel 7 mérkőzésen irányította a csapatot, és vezetésével a Kecskemét ellen megszerezte első pontjait az MKC. 2 hónapja vagyok itt a klubnál, és igyekszem korábbi barátom és kollégám Rosta Pistának a munkáját folytatni, illetve ami lehetőség van azon belül kijavítani azokat a dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a csapat eredményesebb legyen. Hát 2 hónap az nem hosszú idő egy csapat felkészítésébe és a eredményességébe. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy az a munkamennyiség, amit elvégzünk a fiúkkal, az a sportágnak talán egy kicsit szokatlan is, de mivel zömmel fiatal játékosok vannak, feltétlenül szükséges, és ezt azért mondom, mert azzal együtt, hogy a napi teljesítményünket is javítani kell, mivel 19-20 éves játékosokról van szó, a jövőjükre is kell gondolni, tehát nem csak a Kövesdi klubnak a eredményességére, hanem ezeknek a gyerekeknek a karrierjére, és én nekem személyes meggyőződésem, hogyha ebbe az időszakban nem kapják meg azt a terhelést és azt a komplex munkamennyiséget, amely a fizikai, kondicionális erőedzések, súlyzós edzések, technikai edzések és taktikai edzéseket is magába foglalja, akkor azt hiszem, hogy végleg elvesznek a sportágnak, és pont ezért gondolom, hogy ezek fontos dolgok, mi ezt csináljuk. Azzal együtt nagyon jól tudom, hogy a tavaszi szezonban, tehát februártól indulva a Ferencváros gyöngyös mérkőzéseket követve nekünk olyan megmérettetéseink lesznek, ahol élesbe kell bizonyítani, hogy az NB1-es riválisokkal szemben is eredményesek tudunk lenni. Megbizatásomnak a végelszámolása az a rájátszás után lesz, ahol az utolsó 4 helyezett dönti el azt, hogy milyen eredményt tud elérni egymással szembe, és szívemből mondom, hogy nagyon bízom abban, hogy az a munka, amit most elvégzünk, az akkor fog kamatozni, és addigra a rivális csapatainkkal szemben sikeresen tudunk, azaz győztesen tudunk majd elhagyni egy-egy mérkőzés helyszínt, és a 9.-10. helyen fejezni a bajnokságot. Budai Ferenc nem volt elégedett a játékosok teljesítményével, amely véleménye szerint szinte minden poszton elmaradt az optimálistól. A legfontosabb ugye mindig a kapus teljesítmény, amit mondanak a nagy tudású kollégáim, szakértők, és
Ott azt mondom, hogy nekünk, ha jól emlékszem, akkor 32-33% körüli teljesítményünk volt statisztikák szerint, és a világ élvonalába ugye a 38-40, esetleg néha egy-egy mérkőzésen még azt is meghaladó százalékos teljesítmény a kapusoktól, az a bravúr teljesítmény, ami egy-egy csapatot átforgatja a kritikus szituáción, és a kapus segít, hogy pozitív szériába jusson a csapat. Ez a 32-33 még nem az. A védekezésünknek a dinamikája az nem az, amit én szeretnék. Oda olyan teljesítmények szükségesek, amit nem tudom, hogy a mostani csapatból hogyan tudunk kialakítani. Ha ez mégsem sikerül, akkor biztos, hogy erősítésre van szükségünk. A lerohanásos játékunk az lehet akár jó is, csak a döntésekben sokszor olyan badar hibákat vétünk, amelyek egyértelműnek tűnnek, de mi mégis belehibázunk. Ha ezt nem tennénk, akkor nagyon sok jó helyzetet tudnánk kidolgozni. A következő problémánk, hogy az ígyszer értékesítésünk az sem a legoptimálisabb, mert a élvonal statisztikái szerint ezek a biztos gólhelyzeteknek az értékesítése a 80-85-90% körül kalkulálható. Most mi ettől el vagyunk maradva, örülök, hogyha a 70%-ot elérjük, és ez a 70% még mindig jobb, mint ami korábban volt, amikor átvettem a csapatot. Tehát jelei már mutatkoznak, hogy van változás, de ez még mindig kevés ahhoz képest, ami az elvárás volna. A szakember az átlövő játékot nevezte meg a legnagyobb problémaként, melynek hatékonysága jelentősen elmarad attól, ami ezen a szinten szükséges lenne. A szélső, valamint a beállós játék hatékonyságával ellenben elégedett volt a szakember, viszont az problémát jelent, hogy kevés akciót hajtottak végre a játékosok ezekből a pozíciókból. Egy helyre összpontosul az egész, hogy az átlövő poszton játszó játékosok, azok bal átlövő, irányító, jobb átlövő, nem tudnak olyan hatékonysággal játszani, hogy kiszolgálják a szélső beálló játékosokat, vagy ők nem tudják átvenni úgy a labdát, tehát ez a másik oldala, illetve nem tudnak olyan hatékonysággal átlőni, amely szükség lenne ahhoz, hogy mi tényleg egy jó teljesítményt hozzunk. Most innen kezdve nagyon sok olyan dologgal találkozunk, amely ugye azt mondja, hogy ettől jobbat kellene csinálni. A klubnak a lehetőségei viszont behatároltak, tehát nem tudjuk idehozni Karabatic Nikolát, vagy Eklemovics Nikolát, amivel a srácok viccelődnek is. Egyrészt pénzünk nincsen, másrészt lehetőségünk, másrészt meg a mezőkövesdi realitás az nem ez. Nekünk az a realitásunk, hogy akik most itt vannak, azokkal végezzük a legjobb minőségű, mennyiségű és intenzitási munkát, hogy ők személy szerint a legjobb fejlődési kvótát tudják mutatni. Amennyiben ezt meg tudjuk csinálni, ők ott maradnak, hogy szeretni fogják a sportágat, szeretni fogják a mezőkövesdi közönséget, a várost és ezt a milliót, akkor biztos, hogy többet fognak tudni hozzátenni a csapat munkájához, és én úgy gondolom, hogy nekem ez a munkám, ezt kell erősíteni, és hogyha bárki mást, jobb játékosokat, esetleg a klub vezetése, vagy valamilyen extra szponzor hozzá tud tenni, én azt mondom, hogy Isten hozta, és szeretettel fogadjuk a klub berkein belül, és remélem, hogy valóban eredményesen tudja segíteni azt a célkitűzést, amely a bajnokság végén fog eldőlni, hogy igazából hol fejezzük be ezt az idei szezont. A szakembert követően dr. Fekete Zoltán polgármester osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Városunk első emberek kiemelte, Mezőköves számára fontos, hogy a kézilabda csapat a jövőben is a legmagasabb osztályban szerepeljen, és ehhez az önkormányzat a lehetőségekhez mérten minden támogatást megfogadni az elkövetkezendőkben is. A gárda csapat kapitánya, Fekete László, a játékosok nevében reagált az elhangzottakra. Az átlövő örömét fejezte ki, hogy a város, a szurkolók és a szponzorok a gyenge szereplés ellenére is a csapat mellett állnak, és kiemelte, hogy a gárda tagjai mindent el fognak követni azért, hogy az MKC benn maradjon az első osztályban.
Molnár Ferenc, a gárda rutinos játékosa, szintén elégedetlen volt az őszi szerepléssel. A várakozásoknak nem ettünk eleget fél év során, de mindenféleképpen azon van úgy gondolom a csapat, és a csapat minden egyes hozzátartozója, hogy ezt a csorbát kijavítsuk. Szükség van a városnak arra, hogy ez a sport megmaradjon, és fényébe tündököljön. Úgyhogy minden erőnkkel, minden porcikánkkal azon leszünk az új évben, hogy ezt a csorbát kijavítsuk, és hogy sikereket hozzunk ezen Kövesnek. Belülről a pályáról nézve, milyen okokat láttál abban, illetve milyen hibák voltak, amik oda vezettek, hogy ennyire gyengén sikerült az ősz? Hát ugye tudnélik, a csapat nagyon-nagyon megfiatalodott, és éppen ezért az a rutin, ami kellett volna az adott mérkőzésekhez az NB1-es szereplés alkalmával, ezek a rutinok nem voltak meg. Ugye nagyon sok játékos úgy jött ide, hogy nem volt mögötte az a játéktudás, és az a mérkőzés szám, amivel tudta volna produkálni a csapat ezt az eredményt. Éppen ezért sajnos az eredmény elmaradt, illetve az a tűz, ami ez a játékhoz szükséges, sajnos a sikertelenségek után ez kihagyott a csapatból, és ez ugye sajnos csak 2 pontot eredményezett, de mindenféleképpen még egyszer mondom, azon vagyunk, hogy próbáljunk még pontokat gyűjteni. Rosta Miklós szintén nagyon kritikusan fogalmazott az elmúlt hónapokról. Ennek ilyen kettős részese is voltam, ugye a Piluval közösen gondoltuk el ezt az irányvonalat, hogy a magyar utánpótlás válogatott fiatalokra, azokra a fiatalokkal töltjük fel a csapatot, akik a megszűnő Dunaferből, a megszűnő Plerből szabaddá válható, és nem tudták leigazolni az úgymond tehetősebb, magasabban kvalifikált csapatok, gondolok itt ugye a Gyöngyösre, a Fradira, Csurgóra, tehát mi bíztunk ezekbe a magyar fiatalokba, fel is kell tennünk a kezünket, ugye a Pilu ennek áldozatául is esett, hogy ez a folyamat lassabban ment végbe, mint ahogy terveztük, mi is jobban bíztunk abba, hogy gyorsabb lesz az a fejlődési folyamat, ami pontokba, eredményességbe, játékszituációkban majd meg fog mutatkozni. Most Budai Ferenccel ez a munka, vagy ez a folyamat, én úgy érzem, hogy nem megszakad, hanem talán egy másik irányvonalat vesz. Azt is látni kell, hogy kellenének bizonyos posztokra emberek, olyanok, akik lőnek 10 gólt, és akkor mérkőzést nyerünk. Most ez már nem a én, mint volt másodedző, vagy junioredző, meg játékos, tehát ilyen többfrontos harcosnak a feladata, hanem ugye akik itt előttünk nyilatkoztak, gondolok itt a polgármester úr, a elnökségi tagokra, hogy megteremtik-e annak a lehetőségét. Aki ugye a sportba dolgozik, az tudja, hogy miről van szó. Tehát itt ugye, aki már valamit letett az asztalra, bármilyen sportágba, ugye annak meg kell, de bármilyen szakmába, annak ugye már meg kell fizetni az árát, azt már ide kell csábítgatni, de én úgy gondolom továbbra is, és bármi lesz az én sorsom, továbbra is, hogy egy Mezőkövesnek csak az lehet hosszú távon a bennmaradásának, vagy az NB1-es térképen való fennmaradásának, ha az utánpótlásra épít, a saját műhelyéből kikerülő, illetve a magyar fiataloknak adnak lehetőséget. Felnőtt együttesünk január 3-án kezdte meg a felkészülést a február 4-én rajtoló tavaszi szezonra. Kézilabdázóink keretéhez csatlakozott Lukász Gamrát, aki az ősszel a felvidéki AC Vinland Nagy Mihályban szerepelt. A 24 éves jobbkezes átlövő korábban megfordult Győrben, Nyíregyházán és Békésen, valamint tagja volt a szlovák junior válogatottnak is. Együttesünk a héten 2 edzőmérkőzést játszik le hazai környezetben. Bécsiék a másodosztályú Balmazújvárost január 10-én 18 órától, míg egy nappal később Bahrein válogatottját látják vendégül a városi sportcsarnokban. Az ázsiai válogatott elleni mérkőzés január 11-én szerdán 17 órakor kezdődik. Budai Ferenc gárdája ezen a héten részt vesz még az Avaskupán Miskolcon január 14-én és 15-én.